A gyermekgyógyászati szakma kivételes összefogásával Európában az elsők között Magyarországon alakulhat ki az egységes elvek mentén felépített gyermeksürgősségi és baleseti ellátórendszer. Ennek alapköveként háromnapos konferenciát szerveztek Győrben, ahol 6 regionális gyermekosztály vezetői, orvosai és professzorai gondolkodnak együtt, miként valósulhat meg a lehető legrövidebb időn belül az elképzelés. Az itt lévő gyermekorvosok, házi gyermekorvosok és gyermekszakorvosok, akik a kórházakban dolgoznak, úgy döntöttünk, hogy egy kis rövid tanácskozást hozzunk létre, hogy a sürgősségi ellátás során hogy tudjuk közelíteni a sürgősségi gyermekalapellátást a szakellátással. Tehát, hogyha valaki otthonában rosszul lesz, egy kisgyerek vagy baleset éri, akkor ne több lépcsőbe jusson be. Két új szakma születik, létrejönnek a gyermeksürgősségi és gyermektraumatológiai szakterületek. A teljes képzési rendszer kialakítása lehetővé fogja tenni, hogy minden fejlesztési helyszínen magasan képzett orvosi és szakápolói csapat lássa el a rászoruló gyermekeket. A házi gyerekorvosok, mint szakma, szeretné azt elérni, hogy a gyerekeket, ha lehet, ügyeleti időben is gyerekorvosok lássák el. Ezt úgy gondoljuk, hogy csak akkor tudjuk biztosítani a megfelelő színvonalú ellátást, hogyha ugyanazok a szakemberek, ugyanolyan képzettségű szakemberek látják el éjszaka is, mint nappal, hiszen ugye akkor nem lenne egységes az ellátás. Miután az alapellátási ügyeletek önmagában véve nem tudják teljesíteni egyedül ezt a feladatot, tehát a sürgősségi osztályokkal való együttes munka az a jövőben feltétlenül szükséges, és mindenképpen a gyerekek megfelelő színvonalú ellátása az ezt kívánja. A 14 milliárd forint összköltségű az Állami Egészségügyi Ellátóközpont konzorcium vezetésével a Heinpán Gyermekkórház, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Pécs-Aladár megyei oktatókórház és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei központkórház és egyetemi oktatókórház részvételével 2020-ra kialakítja a gyermektraumatológiai és gyermeksürgősségi ellátás országos ellátását. A program szükségességét az elmúlt években már a szakma többször is felvetette, és a szakmán belül is most kristályosodott ki az a rendszer, amiben ezt az egészet el tudták képzelni és meg tudjuk valósítani. Ilyen módon a kormány támogatásával most az egész szakma kézen fogva sikeresen reméljük megvalósít egy nagyon jó országos sürgősségi programot. Célja, hogy az ország bármely pontjáról egy rendkívül súlyosan sérült gyermek is rekord időn belül ellátásban részesüljön. A gyermeksürgősségi és a gyermektraumatológiai központja Budapesten a Heinpál gyermekkórházban fog felépülni, az 5 regionális országos alcentrum pedig Győrben, Pécsett, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon lesz.